Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és a 18. epizódra folytatjuk a Bohémiai Let's Play sorozatunkat a CK3-ban. Ugye most a terv az, hogy összeszedek egy stewardship perket, ami elég sokáig fog tartani, mert nagyon lassan kapom a TP-t. Nagyon lassan kapom, ugye mert nincsen benne tanulásom, de 3 év. De hogy az lenne az ötlet, hogy amikor meghal majd Velf, akkor az utódjának nem lesz 10 000 katonája, hanem lesz mondjuk 8. És én pedig meg tudom őt támadni azzal, hogy megveszem addig a meritocracy claim-et, és rárakom a főnökre az igényt. Amúgy nem tudok venni igényt rá. Claim list title, nem mert 51%-ának a de jure területeknek bejutokolnom kell a de jure területeket. Most, hogy mennyi lenne nekem, az egy jó kérdés. 138-nak kéne az 51%-a, az 75, nem 65, 68, 42-nél vagyok. Ja. Mi? Mi történt? Ja, összeverekedtem megint a kutyák, Vratislav kutyája meg az én kutyám. És az övé húzta rövidebbet, tehát ez szomorú. De most térjünk vissza ide, tehát ezért is támadgattam én így mindig a HR-én belül, hogy meglegyen ez. Az arány egyre növekedjen az én javamra. De most még ott nem járunk, hogy ezt presszelni lehetne. Nem is nagyon tudok sem erre támadni. Olyan érdekes emberek vannak itt. Ez egy nagyon pici példa az ember. Ennek meg nagyon nagy a feje a testéhez képest. Nem baj, azért szeretjük őt is. Meg mindenkit is. Jó, amúgy annyira nem vagyok kiemelkedően nagy hatalom. 7300 ember, még a HR-én belül sem nevezném olyan óriásinak, közben véget ért Magyarországon a háború, és a Gizella felkerült a trónra. Tök jó. Hogy örülnek, oda nézzetek. Ja, mert nagyon ügyesen így dobálta a dolgokat, és nem ejtette el. Hát ez remek. Nagyon tetszik. És még egy jó sztorit is elmesélt. I know the curfew that control religion and what you say, shall I start reading? El akar nekem olvasni egy könyvet. Mondtam, hogy inkább olvassa a frankóniai könyv a könyveket, ami már ugye az az én könyvem. Megvan nekem ez a könyv, a frankóniai könyv a könyvekről. Vagy pedig, hát még a különböző karaktereknek is más a hangot ad. Ámulok, bámulok. Vagy pedig inkább mesélj rólam, Csenek. Jó lesz a könyvolvasás. This is Resistance, az teljesen jó. Na hát, szerintem remekül szórakozunk itt az udvarban, az udvari bohóccal. Érdekes, hogy itt az udvari bohóc az így alapvetően, annak ellenére, hogy nemes, annak ellenére nincsen problémája a dolgokkal, hogy ő az udvari bohóc. Steel artifact on you has been abandoned. Na, végre egy jó hír. Még csak ne kell a tuccaimat. Most nem kell megsimogatni a kutyút, mert van elég... Elég alacsonyan van a stresszem. Viszont... Elmehetnék vadászni. Nem is a stressz veszítés, hanem inkább a presztízs gyűjtésnek okán. Talán, hogyha magasabb a presztízsem, akkor hajlamosabbak rám szavazni az urak a HR-s gyűlésnél. Ehetek ott. Megeltem. De elkaptunk egy lelőttünk egy állatot. És ugye szokás szerint... Redesul, azt nézzétek. We receive a boar skull court artifact. Kaphatok egy koponyát? Hát akkor értem én, hogy ott akár helyben megehetnénk az állatot, de nekem kell az a koponya. Azt a rohadt. Én nem is láttam még ezt a koponya dolgot. Ezt most meg kell nézni, nagyon remélem, nagyon szép. És oda ki is tudom rakni. Skull of a renowned boar of Zoyom. Zoyomi vaddisznó. Prestige 0.08, Scott Granger plusz 2. És nézzétek meg, ott van. Alig látszik messziről, de hogyha közelebb megyek. Na, amúgy az tényleg az. Rendesen van 3D modell, ezzel meg kell őrülni. Hát ez tök jó. Ez tetszik. Mi lenne, hogy átraknánk ide? Talán picit jobban látszik. Jó, legyen ott.
Remélem szarvast is lehet így ejteni, mert az nagyon király lenne. Jó, a presztízs bejött belőle, ahogy szerettem volna. Ez rendben van. Egy hibrid kultúrát hoztak létre. Andalúzó baranis kultúra. Oké, hát ha érted, ha neked ez jön be. Közben ruténje van, még mindig Árpádok uralkodnak. László uralkodik, aki ugye Salamonnak a fia. És nem túl szép ember, de legalább csúnya. A fia meg börtönben van. Oké. Szóval King László, és ő még mindig magyar. Ez az igazán érdekes benne. De gondolom a kultúráját nem viszi magával. Nem, itt továbbra is az orosz kultúra a... az uralkodó. Hát de cserébe itt meg továbbra is a magyar. Hiába volt, nem tudom, fél évig egy másik király, ugye Sztyepán. Sztyepán amúgy megcsinálta magának a szerencsét. Fél évig volt király, cserébe most ő Horvátország helyett Magyarországhoz tartozik. Szépen ennyit ért el konkrétan, hogy most már nem itt vazalus Horvátországban, hanem Magyarországon. GG. Gizellának egyébként nincsen öt utódja, pedig fornikátor, szóval kiérti ezt, és ezért az öccse Lambert fogja megörökölni a trónt, aki amúgy szintén egyenesági Árpád, hogy annyira nagy baj nincsen ebből. Myrdalhose and Priesthose. Jó kérdés. Most kérdezi, hogy hogyan... érdekes ruhája ennek a Klárának. Kérdezi, hogy hogyan lehetne ilyen rejtett utakat rakni a kastélyon belül. Hát olcsón próbálom megoldani. A Spyinghoz adni nekem Scheme Discovery Chance-et, a Secret Escape Passage-et az Enemy Hostile Scheme Success Chance minus 15%-ot. Elküldhetem a francba, veszitek Cold Granger-t, vagy pedig Bedroom Cake Winch, ami azt csinálná, hogy tudnánk a hálószobába egy ilyen, gyakorlatilag nem is tudom, hogy hívják ezt a magyarban, de egy ilyen kajaliftet telepíteni, ami egy pici penaltit adna az életemre. Legyen inkább a Secret Escape Passage, mint bármi más, mert jó hangzik ez, csak nem akarok azért, tehát ezzel a karakterrel jó sokáig kéne élni. Hogyha így a HR-it be akarom húzni magamnak. Nincs valami jó kis igényes ember itt az udvaromban? Dutchy Claim. Itt van egy Dutchy Claim. Neked mire van igényed? Salerno. Az nem jó nekem. Ez a tesóm. Ez egy congenital traitje van. Ez a fiam. Nem nagyon látok megfelelő embert, akinek bármilyen igénye lenne bármire is. És mi lenne, hogyha hívnék be? Prestige Brass most lehet. Prestige nem elég magas még mindig, de mindjárt növelek rajta. Na várjál, figyelj, oké. Szépen sorjában. Először is, mivel szorgos vagyok, ezért tudom növelni a fővárosomban a developmentet. Hajrá! Most, ami stresszegyelből gyűjtöttem, azt lecsökkentem azzal, hogy egy nagy bulit csapok. Szuper, és végül pedig... Ezt ugye inkább a Prestige-et csinálom, de jó lesz így is. Végül pedig majd behívok egy embert, vagy több embert is, ha megtalálnám, hogy Invite Claimant, igen. 750 Prestige-be kerül, de most úgysem használom semmire a Prestige-et. Hát, ha bejön valaki, olyas valaki, aki rendelkezik környékbeli területekre igényel, amit tudunk presszálni is. És ezzel felment egyel a Prestige szintem. Mindig elfelejtem megnézni, hogy hogy áll a szavazás. Ezt kell választanom, hogy a Koyata az nem szimpatikus. Ugye az öcsém. De sajnos írottabből vagyok, szóval ezt kell választanom, hogy nagyon zavar, hogy ő létezik. Na hát, feljebb ment a Prestige ezzel is végül is. És akkor most ránézek a HR-nek az öröklésére, jött is az első cím. County of Clermont, nekem inkább Dutchy címek kellene, nem azért.
de azt sokkal jobban tudnám elviselni. Jó, most vagyok a második. Hát igen, ő mindig meg fog előzni sajnos. De hogy rá tudok-e venni elektorokat, hogy rám szavazzanak? Például téged. Ha megszvéjellek, akkor vajon vagy küldök pénzt? County of Abba, olyan emberek jönnek ide, semmi hasznom belőlük. Ő már majdnem rám szavazna. Őnek most küldök pénzt. Próbálj ki. Hogy vajon rám szavaz-e? Valamiért nem. Nem akar rám szavazni. Supporting Duke Vladislav. Your candidate King Kastolov. De hogy közben meg láthatóan... Oké, okay, elkezdett rám szavazni. Jó, szuper. Most már ő is rám szavaz. Tít már is most már rám szavaz. Ő nem tudom, miért gondolta meg magát. Itt Angriának új ura van. Duke Everd. Mindjárt megnézem, hogy ő így kire szavaz, mert az nem frissül be magától. Még mindig csak nagyon hátul vagyok. Ő is Heinrichra szavaz, és elég nagy arányban. Hát jó. Szomorú. Na, szeretne behívni Spymasternek. Hát, nem. Tehát én szeretnék igen elmenni a trón, vagy a tanácsukba, de nem Spymasternek. Tehát akkor rakja meg Stuartnek, hogy növekedhessen a Stuart ponton, vagy nem tudom. Jó, nyilván learningessel nem tud beadni sehova. De ettől függetlenül azért megpróbálhatna. Tehát nem tud olyan helyre rakni, ami nekem jó lenne. Közben megérkezett Wojtek, aki egy polábiai, és megpróbált beszélni a nyelvemen, ami cseh és szlovák, tehát cseh nyelven próbált beszélni, és mondhatnám, hogy szép volt, ez nem egy egyszerű nyelv, vagy pedig kinevethetem, mert furákat mondott. Irritable vagyok, úgyhogy muszáj kinevetnem, sajnálom. És így megkapja Wojtek a Foreigner nevet. Sajnos így kellett nevetnem. Borzasztó ember vagyok, tudom. Hogy jönnek a kultúrákkal? Ugye a Linkvistet megvettem, viszont most nem tudok, meddig nem tudok kultúrát venni újra? Most nincs elég pontom, de hogyha lenne elég pontom, akkor tudnék? Na, közben megtörtént a trónutódás. Heinrich került a trónra, ahogy az várható volt, és 8200 embere van. És Stuart, na végre valami jó ötlet. Igen, csatlakozok Heinrichnak a tanácsához, mint Stuart, és így pedig ugye kapok extra pontot a Stuart lifestyle-ra, 20%-ot, ami rengeteg. Ez olyan, mintha egy kettes szintű nevelésem lenne az adott témában. Szóval ez nagyon-nagyon jó cucc. Örülök, hogy okosan döntött. Mindjárt beszélek is vele amúgy, hogy miben tudna segíteni nekem. Közben felfedeztük a patkaut. Várjál, túl sok minden történik. Három nagyhatalmú vazalusom is van, aki, vagy befolyásos vazalusom is van, aki jelenleg nincsen reprezentálva a tanácsban. Smil jöhet ide, mert ő jobb Spymaster, mint az előzőleg itt lévő Spymaster. Viszont a marsálom az nagyon jó most. Úgyhogy nem akarnám lecserélni őt. Nem is ezzel akarom folytatni, hanem nézzük meg a kultúrát. És az innovációt, ugye megvan a... Jaj, bocsánat, csuklottam. Megvan a Horseshoe. És most már a High Medieval-ből kéne inkább válogatni. A Trebuchet például tök jó lenne. A Divine Right már előre haladott. És ez... Several of your... Jó, hogy alapból ezen vagyunk. Akkor a Horseshoe az csak így magától készült el. Gondolom. Movement speed plusz 10%, mondjuk az nem mindegy. Na, mit tudok kérni a jó embertől? Urbanized County, Underwrite Temple, tehát szokásos építések, vagy pedig a Fortified Borders, ami nem szükséges most. Akkor viszont nem kérek semmit, viszont én is meghallgatom, hogy más mit szeretne tőlem kérni. Az első, Imra, aki Milevskónak a polgármestere. És azt mondja, hogy valaki meg akarja őt ölni. Nem más, mint Mateusz. De Mateusz, ő hozza nekem a medvémet.
Ő biztos nem akar megölni. Bartol will get to the truth. De ez mind a kettő letartóztatós. Majd én megkérdezem Mateuszt. De ez is... Ja, több lehetőség is van, hogy tehát ezzel letartóztatnánk Mateuszt. Vagy legalábbis megkapnánk a lehetőséget rá. Ezzel 60% esélye van, hogy letartóztatjuk a tényleg rosszat csinált. Viszont 40% az esély, hogy nem történik semmi. Igazán érdekes. Vagy ha én kérdezem meg, akkor letartóztathatom Mateuszt. Vagy pedig csak Imran veszít rólam véleményt. Jó, megkérdezem én, hogy mizu ezzel. Hát nyilván letagadott mindent. Cool. De csak 5 véleményt veszítettem ezzel a Imrammal szemben. Rixa és Krisztina érkezett. Amúgy Krisztina, ő a kuzinom. Ugye ő az ilyen udvari okos ember, de a kuzinom is egyben. Azt mondja, hogy egész nap az Eisenachiek elkaptak egy... Ó, ezt ismerem. Mármint nem a játékból, hanem a történelmből. Egy ilyen problémájuk van, hogy egész nap táncolnak. Igen. Eisenachban elkezdtek az emberek táncolni, és nem bírnak leállni. És a kuzinom, ezt mondja Rixa. És a kuzinom, hogy van neki valamilyen? Nincs, csak csúnya. A kuzinom Krisztina azt mondja, hogy itt a vérrel van probléma. Bernard viszont az archbishopom ragaszkodik ahhoz, hogy ez egy isteni büntetés azért, mert nem elég vallásosak az emberek, nem élnek elég szent életet. Dancing sounds delightful, next! Amúgy a Dancing Plague az minusz 20% holding tax és development growth minusz 20%, szóval nem vicc. Vagy imádkozhatok. Amúgy úgy tűnik, hogy az imádkozás működik. Vagy előhozhatom a piócákat. Sives Learning Lifestyle Experience. Vagy pedig mondhatom, hogy a táncolás csak még több táncolással győzhetjük le. Exuberant Dancing. Legalább örülnének neki az emberek. Ez azért érhető el, mert van egy court musicianom. De legyen az, hogy hozzuk el a piócákat, szerintem az mindent meg fog oldani. Végül pedig Mateusz jött, ugye ő az, aki az előbb szó volt, hogy meg akar ölni valakit. És az a problémája, hogy a visegrádi kutyák azt hiszik, hogy jobbak nálunk. Hogy Visegrád egy szebb hely, mint ahol ő Vraslav, igen. És mondhatom neki, de hát amúgy tényleg ez így van. Ja, tudjátok mit, ilyenkor azt szeretem választani, hogy párbajozzanak. Vladislav és Mateusz párbajozzon, aki nyer, az nyer, Istenem. De oldjátok meg egymás között, és Mateusz nyerte meg ezt a viadalt. Hát örülök, hogy segíthettem. Tényleg. Ott segítek, ahol tudok. Ják Kálmán közben a börtönömben van. Hű, hát veled sem volt egyszerű. Vagy könnyű az élet, Erzsébet. Ennyi, vigyed, nekem nem kell ez a gyerek. Stájerországgal zajlik egy háború. Ami egy egyszerű claim. Viszont úgy látom, hogy fel is lázadt itt a Stepan Independence War. Ja, a Stepannak annyira nem adja ez, ugye ezt átbeszéltük, hogy neki nem jött jól ki ez az egész machináció. És most legalább próbál függetlenedni, kihozni valamit ebből a helyzetből. Nekem viszont el kéne kezdeni valamerre terjeszkedni most már. Mert még mindig nincs elég emberem igazából semmire. Request claim, na ilyeneket például érdemes-e? Nem, mert nem kedvel a pápa, gondolom? Duchy of Lausitz, pedig tök jó lenne, hogyha kedvelne. A pápa 66 éves és elég rossz az egész. Hát az egészsége jó, csak közben infirm. Nem tudom szvéjelni, alapból se tudnám, de hogy így, hogy a... Már zajlik egy szvéjelést, így főleg nem fogom tudni. Hát akkor reméljük, hogy a következő pápa jobban fog kedvelni. Nem tudok jobbat. Vagy pedig kiátkoztattatni valakit.
Gyanakszom, hogy a feleségem megcsal, hát ha nem. Request XCOM. Nem, nem akarja nem akar kiátkozni senkit. Mondjuk ez attól is függ, hogy milyenek a trétjei, azt hiszem. De ha találnánk egy ilyen nagyon bűnös embert, hál' Istennek itt körülöttem mindenki ilyen angyali lény. Jó, ezt megvettem, és most pedig visszatérünk. Ó, nem tudok visszatérni még. Hát majd, ha visszatértem, akkor majd... Vagy ha majd lehet, akkor visszatérek oda. 45-ben tudnék visszatérni. 45 januárjában, az 2 év. És elvileg a következő, az 3 év múlva lesz meg a következő perk. Legyen az, hogy még itt akkor megveszek egy perket, kivárom azt a 3 évet, és utána térünk vissza a learningre. Csak hogy kicsit jobban alakuljanak itt a dolgok. Szerintem az úgy jobban megéri. Ez ki van átkozva, Gizella? Uff. És egy XCOM háborút simán beadhatnék ellene. Somának már csak county claimjei vannak, sajnos nincsen Dacsi. Ha most az Excommunication War-ral mennénk, akkor annyit csinálnának, hogy második Lampertet ültetnék a trónra. Akivel szintén nem volt egyszerű, vagy neki szintén nem volt egyszerű az élete. Könyv. Írjál le könyvet 50 forintért. Hát van még hely könyvek számára? Én nekem. Ott van egy könyv. Ott van még egy könyvhely. Jó, akkor írj egy könyvet. Hát, ha ilyen okos dolgokról fog szólni. És nekem közben van minden cuccom. Még itt hiányzik egy trinket. Meg az armor és a weapon is lehetne jobb. Lehet azt érdemes lenni majd kipróbálni, hogy tudunk-e jobbat szerezni. Most ha beadnám azt, hogy építsen templomot, azt valószínűleg, azt hova raknál le vajon? Mert már Prága megtelt, Pilsen megtelt, a saját területében még itt van Limotrice, megtelt, Boleszláv megtelt, kinek akarom dedikálni a könyvemet? Magamnak, köszönöm. Van itt Hradec. Hradec még nem telt meg. És van Czaszláv. Tehát gyakorlatilag Hradecben van egyedül szabad hely. És ide úgyse tudnék... Hát mondjuk tudnék Castle-t építeni. Egy jó kis kastély, mondjuk ebből az irányból védeni a házat, az tök, vagy a hazát, az tök jó lenne. De hogy... Tegyük fel, hogy én elrakom ide a castle-t. Mondjuk leraktam, szóval most már nem kell feltenni. Hova fogja ő... lerakni, ha megkérem? Most nem tudom, mert nincsen üres házhelyem. Ja, oké, vágasz. Jó, Scholarly Topics Feodóziával... Feodóziát megtaláltam, hogy éppen olvasgatja ezeket a pergameneket. És azt mondja, hogy nagyon sok érdekes dologról lehetne írni. Miről írjunk? Hűha. Hát legyen ez a könyv olyan, amit te szeretnél, mert akkor nő az esélye, hogy magasabb lesz a minősége. Spymaster-om nem talál semmit egyelőre. Úgy gondolom a feleségemmel kapcsolatban. Kirakjak a tanácsából kirakott ez az ember. Hogy rohadjál meg? Összeszólalkozott két ember, és nekem kell igazságot tenni. Hasek az egyik, ő... Kremsben... Kremsnek adna local breakthrough-t, ha vele megyek. Ha neki adok igazat, popopinjon. Ha a Rottenburgnak adok igazat, akkor pedig... akkor ő kapja, és hogy a másik terület pedig, amelyiknek nem adok igazat, az kap egy local setback-et. Egyik sem közvetlen az én területem, úgyhogy nyugodtan lehet Rottenburg, igazából mindegy, melyiket választom, de Hasek mellé fogok állni, mert csak, igazából ezt csak én arbitrari eldöntöttem, egy random. Nem kötírodtam elég gyorsan, és nem tudtam. Nem akar adni nekem pénzt, pedig majdnem akart adni pénzt. Na, majd most, hopp, gyorsan, kattintottam, meg volt. Nagyszerű. Szent Máté legyen áldott, megjött a pénz. Azt hiszem, hogy a császár az előbb beteg volt, de aztán meggyógyult.
7500 katonája van, tehát nekem több katonám van konkrétan, mint neki. Ja, és akkor el tudom kezdeni a scheme-et rá, nem? De vajon hogy? Valószínűleg itt van. Claim list title. Nem tudom, ez miért van kiemelve, hogyha nem tudom megnyomni. Minimum fura. Request claim, hogy a pápa nem fog igényt adni rá. Ez nem hiszem, hogy engem érdekel feltétlenül. Ez kimeléshez tartozik, nem? Claim throne. Aha! 52% az esély és 4 évig fog tartani. Hát rakjuk rá mindenképpen. Ebből ne legyen itt nagy kérdés. A feleségem tud segíteni ebben vajon? Jön megint a feudózia, hogy könyvet ír. És szóljak-e ebbe én? 60% esély, hogy jobb lesz a végkimenetel. Jó, szuper, nagyon örülök neki, hogy áll vele. Hát még azért kell neki 7 hónap, hogy elkészüljön. Duke Dedo, a lausitzi hadat üzent a császárnak, Liberty War. Jó kevesen vannak, de mégis akár még izgalmas is lehet ez a háború. Én mindenképpen szurkolok lausitziaknak. Ha most megörökölném Jeruzsálemet, az tök jó lenne. Mert azzal is növekedne a hatalmam. Jeruzsálemre gondolom, mert megváltoztatták az öröklést. Mi a preference partition law? Ha. Rossz ómenek. It's time for a new Kaiser. Leash ill omens, skill social sense plusz 20%. 100 pétába kerül. Yes. Az jónak tűnik. 200 forintot, ha fizetek, akkor még jobb lesz a könyvnek a minősége. Nekem ez megéri. Egy ilyen nagyon-nagyon jó könyv legyen már belőle. Egy ilyen tényleg, tehát hogy letehetetlen. Mint a... Andy Weirnek a legújabb regénye. Olyat szeretnék, de közben tanuljak is belőle. Mint Andy Weir legújabb regényéből. Megjelentek az ikonoklasztok. Ó, ők nem szoktak túl gyakran megjelenni. Ez izgalmas. Ja, mondjuk rákos, szóval ez nem fog sokáig tartani. Near death, drinking binge, worsened disease symptoms, drunkard, cancer, minden is van. És akkor ugye ők az ikon pusztítók, ikon törők, nem tudom magyarban, hogy hívják ezeket, de ők alapvetően nem túlságosan hisznek abban, hogy túlságosan sok mindenre legyen telepakol, vagy templom, vagy valami ilyesmi. Meghalt Tiszta, ő volt a Royal Architectem és a Stuartom. Jön helyette egy másik Stuart, Kokán, aki amúgy nem is olyan rossz, 14-es. És jött Gertrude, hogy hozzon egy kis pénzt. Tök jó. Ő pont itt van a tanácsomban, Duchess, nem Gertrude, Guntrude, bocsánat. És ő is megpróbál idegenül beszélni. Sajnálom, de muszáj mindegyiket kinevetnem, mert irritable vagyok, és nagyon irritál, hogy nem tudnak megtanulni rendesen a nyelvemen. Ha Bohémiába jössz, beszélned kell a bohémiai nyelvet, közben elkészült a könyvem, King Castle of Scriptures, Prestige 0.1, Monty Learning Life Experience plusz 15%. Ez nem egy rossz könyv, és ez az ide kirakható, igaz, az udvarba. Tök jó. Hát jó pici könyv, meg kitakarja az asszony, de mindegy is. Meglátjuk, hogy ez mennyit fog segíteni. Amúgy elég sokat, mert most már szépen összehoztam jó sok módosítót a Learning Experience-re, úgyhogy ezt nagyon könnyű most már a perkeket megszerezni, ami azt jelenti, hogy akár még tovább is maradhatnék a stewardship-en egy picit. Meglátjuk. Köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!